Azt mondják a PMS politikusok, hogy mindenki írjon egy mondatot Orbán Viktor Facebook oldalára, mert hogy kirekesztő magyart, magyar ellen uszító gyűlöletbeszédet mondott a miniszterelnök október 23-án, és ezt a mondatot kérik, vagy javasolják a PMS-ek, hogy Viktor, én is magyar vagyok, de nem fideszes. Jávor Benedek a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát és mire mennek ezzel? Négy másodpercen belül is pattintják az oldalról, ez az egyik, a másik meg, hogy gondolja, hogy ezzel el lehet írni valamit? Nyilván nem ettől fog összeomlani a Fidesz rendszerű, az 14 tavaszán, legújabb hírek szerint április 6-án fog megtörténni ez az esemény. De azt gondolom, hogy azt viszont ki kell fejeznünk, hogy elfogadhatatlan az, amit a miniszterelnök, a Fidesz elnöke művelt október 23-án, hogy gyakorlatilag a hivatalos állami ünnepet egy pártkampány rendezvényé degradálta, és ennek a pártkampány rendezvénynek a keretében nem csak, hogy az ország egyik felé gyakorlatilag kirekesztette a nemzetből, de olyan retorikát használt a hadrendbeállítás, a csapatok emlegetése, mindezt egyébként egy szép katonai sorral a háta mögött, amely arra is alkalmas, hogy még ráerősítsen erre a kvázi polgárháborús logikára. És mi azt gondoljuk, hogy bár ez nyilvánvalóan nem először fordult elő, emlékszünk Orbán Viktor a nemzet nem lehet ellenzékben mondataira 2002-ből, tehát ő valóban így gondolkozik Magyarországról, de azt világossá kell tennie magyar állampolgároknak, a magyaroknak, hogy mi viszont azt gondoljuk, hogy Magyarországon 10 millió magyar él, függetlenül attól, hogy milyen politika nézeteik vannak, és a miniszterelnöknek nincs joga az ország egyik feléről azt nyilatkoznia, hogy ő nem része a nemzetnek, vagy olyan mondatokat használni, amik kirekesztik a nemzetből ezeket az embereket. De mivel rekesztette ki ezeket az embereket, akik mondjuk nem voltak ott a békemenetben? Orbán Viktor folyamatosan arról beszélt ezenben az október 23-i beszédében, hogy a nemzettel szemben azok, akik most a műegyetem rakparton vannak, vagy akik nincsenek velük, azok hogyan fenekednek, hogyan készülnek közéjük, vagy hogyan lövetnének akár most is közéjük. Nem azok, akik a műegyetem rakparton vannak, hanem akik mondjuk ott a színpadon vannak, tehát akik akkor 2006-ban hatalman voltak, azok most is közénk lövetnének, jó esetben gumilövedékkel, mondta ezt a szerep. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy elég súlyos mondat. És hát ő arról beszélt, hogy hadrendbe kell állítani a csapatokat. Úgy ő arról beszélt, hogy itt egy tulajdonképpen ő egy harcra, egy háborúra készül tavasszal. Én azt gondolom, hogy a nemzet egyik fele nem készülhet háborúra a nemzet másik fele ellen. Itt egy választásra kell készülni, ahol eldől, hogy fogják hívni Magyarország miniszterelnökét 2014 után, ahol el fog dőlni, hogy ki kerül kormányra, de azok a mondatok, amik elhangzottak a hősök terén, azok nem erről szóltak. Azok egy olyan logikának, egy olyan felfokozott érzelmi állapotnak a megnyilvánulásai, amely gyakorlatilag nem tekinti a politikai ellenfeleket a nemzet részének, nem ismeri el a másik oldalt, a politikai ellenfeleket legitim szereplőnek. Szabó Tímea hozta nyilvánosságra ezt a mondatot, tehát ő volt a bejelentője ennek, a Viktor, én is magyar vagyok, nem fideszes, hogy írják ezt a Facebook oldalra, és ezzel kapcsolatban azonnal született a ellenközlemény. Azt írja ebben a Fidesz, hogy Szabó Tímea nyilatkozata nem más, mint gyűlöletkeltés és uszítás a békés, a hazájáért kiálló többség ellen, amely az összefogás erejét a nemzeti ünnepen is megmutatta. Tehát a többség volt ott. Hát én nem láttam a többséget a hősök terén, és nem gondolom, hogy az a mondat, hogy én is magyar vagyok, de nem fideszes, ez gyűlöletkeltő, úszító, megosztó mondat lenne. Ez pontosan arról szól, hogy mi 10 millióan együtt vagyunk magyarok, és lehetnek nézetkülönbségeink, gondolkozhatunk másképp az ország sorsának az alakításáról, de senkinek, a miniszterelnöknek, a Fidesz elnökének sincs joga arra, hogy azokra, vagy azokat, akik nem értenek vele egyet, azokat másodrendű állampolgárnak tekintse, ellenségnek tekintse, akikkel szemben hadrendbe kell állítani a csapatokat. Mindannyian mi is magyarok vagyunk, az ellenzéki oldal valamennyi politikusa és valamennyi szimpatizánsa ugyanolyan, és ugyanolyan jó magyar, mint bármelyik fideszes. Attól, hogy politikailag másképp gondolkozunk, ennek nincs köze, és nem lehet köze, és egy normális országban nem lehetne köze ahhoz, hogy ki mennyire magyar vagy sem.
Már említette, hogy április 6-án lesz a választás, ez ma véletlenül kiderült. Hát azért ez még annyira nem biztos, hogy arról van szó, hogy Sesták Miklós kereszténydemokrata képviselő a költségvetés vitájában egyszer csak megemlítette ezt a dátumot, nem úgy, hogy hát lehetséges, hogy április 6-án a választás napján ki fog derülni. És mondjuk nem improvizált, mert papírból mondta azt, amit mondott. Azóta már nyilatkozott az MT-nek Sesták Miklós, és azt mondta, hogy ő csak következtetett erre, mert hogy március 30-a az majd húsvét vasárnap, aztán lesz majd pünkösd, és akkor ez a logikusnak tűnik. És akkor ez elszólás volt, következtetés, mit gondol? Igen, hát valóban tavasszal nyilvánvalóan nincsen más alkalmas időpont. Lesz vélhetőleg május 25-én EP választás, hogy az Európai Bizottság kihirdette az időszakot, amikor meg kell tartani, és Magyarországon hagyományosan vasárnap tartják a választásokat, tehát ez május 25-ét valószínűsíti. Minden és április 6 az nem fér bele. Amellett szólna egyébként, hogy együtt tartsa Magyarország a két választást. A Fidesz a választási törvény módosításakor pont arra hivatkozott, amikor a kétfordulós választást megszüntette, hogy így olcsóbbá lehet tenni a választást. Hát most sikerül egy egyébként egy időben megtartható választást két időpontra széthúzni. Nyilvánvalóan szinte bármelyik hétvégén lehetne választás, és Sesták Miklós nem következtetett erre, hanem nyilvánvalóan a Fidesz-KDNP frakción belül megmondták nekik, hogy április 6-án lesz a választás, ami azért botrányos, mert a választás időpontjának meghatározása és írása a köztársasági elnök hatásköre, és ahogy köztársasági elnök a parlament valamelyik pártjának a tagjait megkülönböztetett módon jóval korábban tájékoztatja arról, hogy mikor lesz a választás, mint más parlamenti pártokat. És akkor ezen olyan nagyon meg is lepődnének, akkor ha ez így történt volna? Messze menően ellenkezik azzal a küldetése, azzal az étosszal, azzal a politikai feladattal, amivel a köztársasági elnök a Sándor palotában ül. Nyilvánvalóan nem fogunk rettenetesen meglepődni, ha erre fény derül, de azt gondolom, hogy ez egy újabb jele annak, hogy mindaz, amit a maradt még a Fidesz 3,5 éves kormányzása után a demokratikus intézményrendszerből, a fékek és ellensúlyok rendszeréből, az is jó rész csak egy függöny, csak egy látszat, és amit meghagytak fizikai valójában, már az sem képes megfelelően szolgálni a demokratikus működését ennek az országnak. Demokratikus működés, demokratikus együttműködés, valahogy azonnal ez jutott eszembe, annál is inkább, mert Fodor Gábor lesz a következő vendégem, és ő már itt van a stúdióban. Hogy értékeli mindazt, ami október 23-án történt? Ma is újra nyitották a vitát, illetve nyitotta Gyurcsány Ferenc, kérte a szocialistákat, hogy ezt az alkut, ezt a megállapodást, ezt akkor most felejtsék el, és kezdjék újra, és válasszanak valakit. Aki akadály, az lépjen hátra, de valamelyikük lépjen hátra, és legyen közös lista, legyen egy miniszterelnök jelölt. Lát erre még esélyt? Nézd, mi kötöttünk egy megállapodást a Magyar Szocialista Párttal, ez egy olyan megállapodás, ami létrehozta azt a szövetséget, ami alkalmas az Orbán kormány leváltására. Az ehhez vezető tárgyalásoknak Gyurcsány Ferenc része volt. Tehát amikor mi az MSZP-vel megállapodtunk, akkor ezt követően az MSZP leült más pártokkal, többek között a DK-val és Gyurcsány Ferenccel is tárgyalni, aki nem fogadta el azt a megállapodást, ami ott körvonalazódott. Tehát ezt Gyurcsány megelőző Ferenc... állapotról beszélünk, hogy miért kettő lista, kettő miniszterelnök jelölt, miért nem egy lista, és nem, egy miniszterelnök jelölt. Gyurcsány Ferenc alapvetően az a problémája, hogy nem részese annak a megállapodásnak, amelynek a kialakításának a folyamatából mondja, ő állt azt mondja, föl. Hogy közös lista, egy miniszterelnök jelölt. Közös lista egy miniszterelnök kérdésében én egyébként azt gondolom, hogy az a megállapodás, amit mi kötöttünk, alkalmas arra, hogy a legtöbb választót a kormányváltás mellé lehessen állítani. Az egyéni választókerületekben, ahol eldől a 2014-es választás, egy ellenzéki jelöltnek kell lenni. Jelenleg a DK az, aki ezzel szemben áll. Nem csak a DK, más pártok is, de még egyszer kérdezem, van esély, hogy ezt a megállapodást nyissák és újra tárgyalják? Elég egyértelműen elmondta Mesterházi Attila és Bajnai Gordon is. Itt zajlott egy egyeztetési folyamat, ebben igen, a DK is részese volt, felállt ebből az egyeztetésből, ezek után mi ezt az egyeztetést lezártnak tekintjük, ezt a megállapodást lezártnak tekintjük. Értem, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást.